Visszajövünk, Kert. Az a terápiára, amit annak használunk? Amúgy ez jogos, ami bírja. Krosin, köszi szépen. De ez is olyan, srácok, hogy ki mit hív offroadnak. Valaki offroadnak hívja, amikor elmennek sarazni. A Raptor olyasmire például egyáltalán nem jó. Nem azt mondom, hogy lehetetlen vele menni, mert lehet amúgy meg minden, de nem mondanám olyan nagyon-nagyon-nagyon menőnek azon a terepen, de például, ha lemész az útról, és például ilyen homokos, kavicsos, ez a gravel témába mész, na ott például tudsz ugyanannyiban menni, mint aszfalton. És az úgy kurva jó. Én például azt rohadtul tudom élvezni vele. Tehát azért mondom, hogy más dolgokról van szó ilyenkor. Felfedezzük ezt a felső részt is. '93, '95, '97. Aha! Scan the crash site with a drone. Ja? Jó. Csinálom. De és... most... örülök, hogy ugyanezt csináltak. Mert mi a kurva? Mit kellett volna csináljak? Kocsival kell oda menni. Oda kell menni a kocsival, és onnan kell drónozni? Ez hülye! Áó! Úgy kipróbálnál egy orosz dakaros kamiont? Puh, én is. Azok az uralok, azok a grázok, azok a gyönyörű. Gyönyörűség. Ó, látom már, szóval ilyen szken. Jó, megvan az egyik szken pont. Lejjebb. Tehát ez a szken mód a drónnál teljesen más. Igen, ezt a billentyűzettel, mindegy, kicsit delay-es ez a cucc. Ez kontrollerre biztos egyszerűbb. Jaj, ez megvan, jó. És itt erre, ezek ilyen crash site-ok. Hol lehet az a drón, amit keresünk? Jó. De miért mondogatja mindig, hogy look around? Fejtön azt csinálom, bazd meg! Norbaszkal, köszönjük szépen az egy évet neked is. Nagyon szépen köszönjük, és gratul az új badgethez. Krosi, még egyszer kösz neked is. Ez az. Gondolom úgy bonyolultnak a feladatok, srácok, ahogy megyünk tovább, ez még szerintem még viszonylag az eleje, főleg, hogyha egy ilyen gémről beszélünk, mint ez. Find a flight recorder in the area. Oké, okay. És ezt így mivel? Mivel találjuk meg ezt a flight recordert? Szerintem nem elég a drónnal megkeresni. Vagy de? Nem, itt oda kell mennünk. Aha. Szerintem, hogyha itt felmegyünk... hát akkor eresszünk egy kicsit a keréknyomáson. Itt felmegyünk ezen a fiklán. Jó, hogy az a gumi az rajta van, mert ez így baszóbb. Így, és akkor ott a szélén elvileg föl lehetne mászni rá. Ott. Jöjjünk inkább itt. Az igen. Az a bokor, az kapta. Lehet, hogy túlságosan felmászta. Ha nem. Oké, tucuc.
trade, és akkor ezt kell elhozzuk. Ez a... a cucc. A flight recorder. Deliver the flight recorder to the outpost. Na, és akkor most kell visszamenjünk az outpostba. És akkor talán most tudnánk magunk mögött húzni azt a szart, ha nem lenne túl nagy. Próba szemcsere. Könyörgöm. Mondanám, hogy itt leereszkedek szép lassan. Buta gondolat, igaz? Nem tudod, mi van. Nem érted. Nem megyek. Nem ma kezdtem. Hagyjatok. Jó. Hopp, már lökődött egyet. Oké, na nézzük. Itt ennyi van, és akkor itt igazából, ha rámegyek, hogy follow, akkor deliver the fallen truck. Nem tudom, hova kell deliverelni, de mindjárt megpróbáljuk. Jó, és akkor vincs. Kicsit húzzuk. Reméljük, hogy talpra érkezik egyszer. Nekem nagyon tetszik ez a truck. De tényleg tök jól néz ki. Jó, jó. Hát, de már majdnem jó. Ez az. Nagyon jó, figyeld! Kicsi a kocsink, azért nagyon-nagyon lassan húzza, főleg ezeken a sziklás terepeken, de fel fog mászni. Semmi gond, csak megijesztettem. Nincs elég erő. Nem baj, kihúzzuk. Oldal irányba kell megkezdeni, és jó lesz. Aj, basszalak meg, hát hogy szorultál be oda? Komolyan mondom. Nyilván. Jó. Mi van? Most beakadt a kaktuszba, bazd meg. Hát ezt nem hiszem el, baszki. De miért csinál úgy, mintha hóba menne? De igen! Széttiltom! De!
Óvatosan, a guminyomásunk jó. Kerekes tapadás. Nem, az a baj, ehhez nagyobb kocsi kell. Az úgy felrántaná, mint a szar. Csak itt most nagyon-nagyon kell okoskodni. Ó! Nem volt bekapcsolva a motor. Nem is lehet? Nem, az előbb is azt írta, hogy on. Hát ott kikapcsol. Nézd! Nem megy a motor? Hát ez egy fos! Gyere már! Gyere! De forog a kereke, baszod! Hogy forog, ha nem megy a motorja? Megoldjuk. Meg kell oldjuk. Megint kezdi, bazd meg. Hogy kéne csinálni? Itt nem lehet trédelni a kocsik között, ugye? Nem, nem tudok hozzá. Azban itt nem fogom tudni felhúzni, mi? De... Várjatok, de... De ki jött a genyóból? Mennünk. Austin Powers. Austin Powers. Mi baja van? Mi a ki? Az a kő! Hagyjál már! Hát hol vigyem fel ezt a gyászt, de most komolyan ott? Ott. Az erő! Az erő! Az erő! Erő! Mit akarsz már? Most mit, mi van? Mi a kínja? Menjél, bazd meg! Húzzad! Azért vagy! Meglettél vásárolva! Húzzad akkor, ha megvett valaki, gyerünk! De most komolyan, mi ez? Úgy állod, bazd meg, mindig. Én engedek ezen a csörlőn. Addig. Amíg nem találunk valami biztosabb terepet. Nem? Nem talál. Elkapar itt a semmi. Ugye? Ugye? Ha hogy lett valaki ennyire hülye? Nézzetek meg, és meg nem mozdulna. Az a durva, hogy ötletem nincs, semmi baja van. Semmit nem csinál. Hát tudod, egyszerűen nincs beakadva semmivel, látjátok? És nem mozdul sem erre sem. Tehát most már egyenesen se tudom húzni. Semennyire sem.
Aha, ott egy adott ponton így elakadt, várjátok. Rakás szarba, az meg hagytak volna megrohadni az anyádba ott. Nem. De értitek, hogy itt most... Szerintem itt kár... Itt már kár bármit belevinni ebbe. Hát amikor megtolni se tudod. Mert ott van egy 3 mm-es kő, amiben megáll. Hát hogy lett valamennyire szar, de most komolyan. Hagyjuk. Az a baj, nem tudom, hogy szerintem vontatás közben nem tudok csörlőzni, ugye? Nem lehet. Egy kötél van. Mit? Egy kötél van, igen. Azon gondolkozom, hogy talán még azt lehetne megcsinálni, de ez egy kicsit cinkes manőver. És ugye itt most a játékot kell kijátszani, hogy... Oké. Okay. Aha, nem. Nem, egyszerűen az a baj, nem tudom kimozgatni az elejét. Látjátok, itt ez a kő a gond, látjátok, amiben ott beleakadt. Azon a kövön nem tud átjönni. Az igen, bazd meg. A seggét nem tudjuk arrébb húzni, mert ott is látjátok, az egy másik kő, ahol... Igen, látjátok, itt két kő is van, ami problémát okoz. Nem teljesen be van szorulva oda. Egyszerűen nem és kész. Csak akkor nem értem, hogy... Így sem fogom tudni, nem. Nem. Hát... Engem az a baj, hogyha meg felhúznám arra ott, akkor onnan nem tudok visszajönni előre. Engem. Az a gond. Azon meg nem tudom sehogy áthúzni. Na, kár érte, pedig ezt a mellékküldetést megnéztem volna amúgy, hogy így milyen. Ide kötöm. Nem segít ez a baj, az se semmit. Ja, meg se tudom mozdítani. Jó. Ez van. Csak nagyon vicces egyébként, hogy tehát nincs is magassága annak a kőnek. Sem ennyi sem. Amúgy. És azt kéne megnézni, hogy akkor pontosan... Aha, én nekem ide kellene jutnom, igen. Ja, jó messzire. Ugyanoda kellett volna vissza tolni a cuccot. Mert kíváncsi lettem valami, akkor valószínűleg gondolom, akkor lehetett volna azzal a kocsival így menni, vagy legalábbis régen így volt. Na mindegy. Kár érte. Mondom, az a baj, most ilyen scout kocsival jöttünk, tehát ugye elvileg ez nem is alkalmas erre. A nagy kocsikkal lehetett volna. Ja, értem. A nagy kocsikkal lehetett volna faszán vontatni, csak...
Igen, ez a kapató itt fel, ugye? Az igen. Nyugi! 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 Megpróbálok felmenni, csak most valahogy meg kéne fogjam a tuccot. Hát igen. És így fel. Ez általában beszokott válni. Túl nagy lett volna az íve, elborultunk volna. Fine off. Ó, oh, igen. Ha túlságosan le van emeresztve a kerék, akkor elkezd sérülni. Igen, meglátjuk, hogy jól számoltunk-e. Szerintem nem. Az a nagy baj, hogy szerintem... nem tudom, szerintem nem lesz elég az üzemanyag hazáig. Úgy kéne csinálni, vagyok... Ja, kifogyott. Fuck! És mi van, ha kifogy? Hűha! Az a baj, hogy... Aha. Az a baj, ugye most itt vissza tudnánk hívni magunkat. De ugye itt most nincs más kocsink a garázsban, ez a problémám. Aha, egyáltalán. Úgyhogy... így tudunk recoverálni. Igen. Sajnos, ezért van levonás, ha recoverálsz. Az biztos, de azért a kocsiért úgy visszajöttem volna. Jó. Itt az a helyzet, hogy most itt vissza lehetne amúgy jönni erre a mapra, megcsinálni amúgy azt. Mi nem mész át a erős része addig itt? És akkor mi... Igen. Mert amúgy itt lehetne most tovább barangolni, csak ugye ezzel a kocsival nincs értelme. Ez a baj. Na nézzük. In order to preserve mechanics portable meteor station. Úristen, akkor ez valami nagy kocsi kell legyen. Már nem tudom mekkora. Érdekes. Várjátok, ez a Portable Meteor Station, ez nem annyira nagy. Ezek szerint. Frame modul. Ez a modular platform az? Nem. Expedition requirement, azt mondja, sideboard. Jó, így valami kell rá, hogy tudjunk rátenni. Aha. Igen, na akkor jó, végül is ez is. Legyen nagy akkor, faszom bele. Jó? Mert ugye kell rá a palató, mert ugye így tudjuk a kárgóra rárakni ezt. Ezt a izét. Oké. Okay. De kettő kell belőle. Oh. Jó. És akkor elvileg kellene egy mechanik is nekünk, aki Mike Nixon. Őrnagy. Nem. Jó. Deploy. És az a baj, hogy de ez viszont a South Outposton van. Nem baj, tudunk vele maradni.
Ugye? Akkor most, hogyha megcsináljuk a... Meg. Oké. És akkor az a feladatunk, hogy fel kell mennünk ide. Várjátok, tekerjünk azon a kurva... Egy nyomás 6 óra. Persze! Akkor már nem lenne benne benzin. Vagyis dízel. Ezek az így nem lesz jó. Így jó. Reménykedjünk a legjobbakban. Erik Hun, Bécsavi, Kovács, ZK. Mi a fasz? Hát ez hülye. Hát, ha ki tudjuk használni ezt a fát, hogy oda felcihelyem magam? Jó, meg vagyunk. Kis Pili, köszi szépen. Nikóka még egyszer közi, Simon B, Vormi, nagyon szépen köszönjük, Vormi, köszi szépen az 5 év feliratkozás, gratulálunk a Steven Seagal Badget-hez, szóval köszi szépen, hogy elég oda támogatsz már te is minket, Kalmár, Újvi Gábor, Kóla Gép, nagyon szépen köszi nektek is, köszi srácok, remélem, nem hagytam ki senkit. Jó, talán így. Erre valami alterénesebb gumi, az lehet jobb lett volna, de már mindegy. Köszi Csapi, neked is nagyon szépen köszönjük. Inkább itt balra. Igen, a gumi az nem biztos, hogy jó választás volt. De győz az erő. Dogcept, köszi szépen neked is. Na nézzük. Ez az. Install Portable Meteo Station. 1, 2, és take a look at the tower. Tehát két helyre kell fel. Ez meg. Hát reméljük, elég lesz ez a gumi. Felmegyünk automatába, és ne bohóckodjál. Úgy. De hogy nem? Voltak gondok, de hál' Istennek, ha még mindig működik sziklán keresztül a vincs. Menjél öreg felfele, ne panaszkodjál, gyerünk, go! Ez az. Jó, szuper. Itt az első. Szóval magad meg a második alatt.
Ez pedig itt, várjatok. Kicsit ilyen sarasgenyós rész, ez nem sarasgenyós, csak nehéz a kocsi. Én jól néz ki ez a távolabbi rész. Jó, scanning. Egy. Aha. Kettő. Oké. Okay. Örülök, hogy tetszik. What? Én azt hittem, hogy ide kell felinstalálni a Meteo Station-t. De nem. Az egyiket ide kell. Az egyiket, igen. Aki elmész innen. Láttam, hogy az egyik itt van, csak azt hittem, hogy mindkettő itt van, mondom. De jó, lett van. Oké, okay, ez az egyik Meteo Station. Nice. És akkor a másikat pedig... Nem, nem. Minden Meteo Station-t ilyen döggel tesznek fel egyébként, csak mondom. Amúgy nem kellett volna egy most megfordulnom, de... Azt hiszem, jól emlékszem, igen, ott a keréknyom mutatja, hol jöttünk fel, jó. Jobban érzem magam, ha nem talatok, hanem szembe megyek le. Az a lényeg, hogy lefelé úgy kell haladni, hogy biztonságos legyen, hogy te nyélgázz csak. Enkört hoznom kellett volna. Tudtam volna, hogy ilyen pöcsterep lesz, mert hogy ilyen magasra kell vinni ezeket a dolgokat ezzel a redvás nagy szarral. De nem tudtam. Ezt a kocsit amúgy nem értem. De tényleg nem. De egyáltalán nem gáz a terep. És nyíl gázon, nem rakja a kettesnél feljem, mert nem. Pedig már visszafújtattam a kerekeket, meg minden. Ez az, így jó. Most lejjebb eresztettem, csak ugye ez a sziklás rész, ez így adja ki itt. Azon lehet még fejleszteni a váltó? Ó. Ó, oké. Így már értem. Nem tudom, hogy ezen fel tudunk-e menni? Megpróbáljuk, aztán ha nem. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez a legjobb videós ez az autó. Kösz szépen, Kemotox, Polyohu, Beer Souls, nagyon köszönjük 87 hónapot. FKT Matyi, neked is köszönjük szépen. Adjunk ennek a melónak így. Micsit a kilátás. És Meteo Station. Jó, meg vagyunk, és akkor... Gateway to Coconino. Coconino? Az a maci? Nem. És akkor most így itt lehetne maradni, csak azt akarom megnézni, csak kíváncsiságból tényleg, hogy... Ez a West Outpost. Ha ide jövünk...
Tényleg csak kíváncsi vagyok. Hogy mennyire... Nem erre szoktunk jönni, igen, ez a nagy baj, hogy ugye pont a posztnak a másik oldalán tudtam volna kijönni normálisan, nem erre kellett volna jönni, de ez tűnt a légvonalnak. Felcibároljuk. Mondom, nem erre kellett volna kijönnünk, de még van a... Oké. Képzeld-e? Nem tudja letörni, bazd meg az ágat. Olyan szinten fogok leugrani, beszartok. Leugratni, bocsássatok meg. Ezzel csináltuk már egy párszor, ezzel a döggel. Esküszöm mindjárt, bazd meg, felrakom a lónak a legfelső fokozatába. Vagyis most hát hába az autót, hogy most már basszom magába valamit, mert elsírom magam. Azt akarom megnézni, fájni fog, hogy meg tudja-e mozdítani. Ez az. Meg tudja-e mozdítani azt a másik cokmókot, vagy nem. Ez egyáltalán ez a dög elfér ott. Ebben nincs háj. Fasza. Mert húzni biztos bírja. Éppen hogy elfér. Zsír. Oké, fasza. Na mindjárt itt van a másik kocsi. Nyugival lefele könnyebb lesz. Emlékszem, hogy hova szorult be az a baj. Hol is van itt? Jaj, visszarakta. Én azt hittem, hogy ott marad, baszd meg. Mert amúgy ide szorult be talán. Igen, azt hiszem, ide szorult be. Igen, itt felfelé szorult be abba a dupla kőbe. Igen, mert ott van az a felkapató, csak sötétebb volt. Szóval visszarakta. Én azt hittem, hogy ugye úgy marad a map. De annyi baj legyen. Több gáz. Ezzel elvileg úgy elcibálom, mint a szart. Csak ma akarom nézni, hogy át tudom húzni. Ennyi az egész. Baffal vagyom. Van akarat, az biztos. Ő akarja nagyon. Hát tudom, ott van egy olyan restart. És ugye nekem nem volt benyomva a restart. És mégis, láttátok, mi történt? Na lássuk, mennyire akarja ez a fiú. Nincsenek gondjai. Ő tudja.
ő bírja, ő akarja, neki tetszik. De nem akarsz el, öregem. Hát, ez nem kérdez vissza, hogy álló újság. A visszapillantóba se néz bele. Azt hiszi, inkább törj el, fossábazd meg, de nem. Nem. Ugye? És ott viszem fel. Ott. Csak ott. Sehol máshol. Itt is fel fog jönni, bazd. Itt. Érted? Kinyújtom, mint a tésztát. Hogy mondod? Oda nézzél! Az vagy te! Az előbb ahhoz képest egy fogpiszkálóba akadt el. Mutasd! Hogy? Ó, várjál, lehet, hogy mégis kemény lesz. Elkezdtem beásni magam. Megoldjuk. Várjál, mi van? Jó. Bocsi. Oké, nem gond, mert akkor jobb. Ott már fel, ott, tehát ezen kellene felhúzzuk. Nem, ez is buzi. Nézd meg. Húzzam a mincset? Szerinted ez minek a hangja, hogy nyúlik a faszom? Hát a kurva életbe! Faszik, te van ilyen? Ez hülye, bazd meg. De most komoly, ez már nem tudok erre mit mondani. Látom, hogy mi a gondja. Jó, nem lehet oldalra se húzni. Na végre, bazd meg. Úgy. Elborult már? El. Na most lesz jó. Gyere. Egy-két hárnagy levegő. Hogy nem! Na most figyelj! Most figyelj arra! Tedd bele! Mutasd meg! Te vagy az! Gyere! Ez az! Mondom, megy ez, mint az ágyba kakkantás. Olyan nincs, hogy nem. Nincs benzinünk, és a lejtőn lefele is padlózok. Érted? Csak azért is, érted? Hogy tudom, hogy odáig nem jutok el, ameddig el kell jutnom, de addig is okádom bele. Mi ez? Bassza meg az anyját, a kis köcsök! Remélem, nem marad belőle semmi, mire leérek. Semmi SH-val. Na, még itt lehet gond. Így itt kell felmennünk.
Az már ki fog fogyni a benzin a lejtő közep. Kb. Kicsiben nincsen benzin? A... De nincs itt a kicsi. Ami húzó. Ó, azt hogy lehet megnézni? Oké. Okay. Látok. Igen, ez kezdődik a gondok. Tessék. Most klaffant le. Na mindegy, az a lényeg, srácok, ez így pont jó. Azt akartam megnézni, hogy át tudja cibálni ez a nagy szar, és át. Tökéletes. Köszi Bébazsit, a Star, nagyon szépen köszi nektek is. Figyú, szerintem többet kéne játszak amúgy ezzel a játékkal, vagy előrébb kéne haladni ahhoz, hogy, hogy megtudjam, hogy igazából mi a lényegi különbség a SnowRunner megek között, mert most jelenleg így kb. Jó, oké, nem csináltam túl sokat, de jelenleg ez így kb. Ugyanaz volt, mint amit eddig játszottam belőle. Biztos, hogy később majd jönnek ilyen érdekesebb expedition-ök, meg érdekesebb feladatok, meg minden. De mondom, most jelenleg én nem nagyon látom a különbséget köztes, sőt, ugye itt az, a kezdeti feladatok egyszerűbbek is, mint amik a SnowRunner-ben az elején vannak. Én legalábbis úgy látom. A UI-ja sokkal szebb, tehát a kezelőfelület, meg a menürendszer azt szerintem tök jó lett, meg a tutorial rész is tök jó volt, de mondom így, ez van. Nem tudom, az, hogy mennyivel néz ki jobban, szerintem a SnowRunner is kurva jól nézett ki. Az a nagy igazság, srácok. Itt talán egy-két dolgot láttam, ami ilyen szebbnek mondanám, de próbáltam kicsutkázni. Igen. Na mindegy, szerintem ez egy egyszerűbb eddig legalábbis, de tudjátok, hogy mi van ezzel, majd ahogy telik az idő, egyre bonyolultabb lesz, stb. De azért remélem tetszett ez a kis betekintés a játékba, meg minden. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, srácok. Ne felejtjétek, ma még jön vissza Jani, barátságos gyakorló mérkőzés lesz Csében, meg lesz még mindenféle dolog, holnap meg Aputest Podcast is, meg minden, úgyhogy tudjátok, a szokásos dolgok. Nagyon szépen köszi a figyelmet ma is. Találkoztok velem majd holnap reggel, Janival meg még majd estve. Nagyon szépen köszi. Na, szevasztok.